Folytatódnak a fejlesztések, a víztározók építése és a töltések erősítése mellett az utóbbiakon lévő kerékpárutak kialakítása is fontos szerepet kap a Fethi-Vizig jövő évi terveiben. Fehérgyarmati fejlesztések 2019-ben számos beruházás befejeződött, több pályázat pedig folyamatban van a szatmári városban. Felpörögtek az építkezések az év végén, a munkaerő hiány ugyanakkor továbbra is gondot jelent. ...2020-ban is folytatódnak a fejlesztések a Felső-Tisza vidékén. Ez a Kölcsey Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! A víztározók építése és a töltések erősítése mellett az utóbbiakon lévő kerékpárutak kialakítása is fontos szerepet kap a Fethi-Vizig jövő évi terveiben. A fejlesztések amellett, hogy növelik a biztonságot az ár- és belvizekkel, vagy éppen az aszályokkal szemben, a turizmust is elősegítik. 2020-ban folytatódni fog a Tisza töltésén a stabilizáció építése Tiszatelek és Dombrát között az árvízvédelmi töltésen, ami azt jelenti, hogy ennek eredményeként Gáva Vencselőtől egészen Záhonyig lehet majd stabilizált úton eljutni, akár kerékpárral is a töltések koronáján. 2020-ban elkezdődik a Tisza-Túr közi árvízi tározónak az építése, tehát konkrétan a helyszínen a munkálatok fognak folyni. Ez nem csak árvízi fejlesztést jelent, tehát nem csak egy tározó fog megépülni, hanem egy vízpótló rendszer is. Tehát a Tiszából egy vízkivételi szivattyútelep fogja a vizet nyomni a rendszerbe, és az energiaellátást pedig egy naperőmű fogja biztosítani ehhez. Tehát ez egy olyan komplex beruházás, ami több célú, tudja kezelni a vizek bőségét, a káros vizeket, illetve a vízhiány kezelésében is nagyon sokat fog segíteni. Tehát ez egy nagyon komoly munkálat lesz, minden feltétel adott, hogy ezek a feladatok elkészüljenek, illetve elinduljanak. A Fethi-Vízignél már a következő évekre is megvannak a tervek, ezek közé tartozik többek között a Tivadari híd átépítése és a túrmenti töltés erősítése is. A legnagyobb beruházás azonban egy új tározó építése lesz. Ez védelmi szempontból és idegenforgalmi szempontból is nagyon fontos beruházás. Belvízvédelmi beruházásaink is jelentős mennyiséget képviselnek. A nyírségben a Simai főfolyás, a Vajai főfolyás mentén komoly fejlesztések, rekonstrukciók történnek, kotrások, iszaptalanítások, műtárgyaknak az átépítésére kerül sor, és meg kell említenünk azt, hogy a vízrendezési beruházások sorában három tározónak a rekonstrukciójára kerül sor. Egy a szatmári térségben a penyegei tározó befejeződik, ennek a rekonstrukciója, a nyírségben a rohodi tározó és a nagykálói harangodi tározónak a teljes rekonstrukciójára fog sor kerülni. Úgy gondoljuk, hogy ezek egyrészt vízkészletgazdálkodási szempontból nagyon fontosak, idegenforgalmi szempontból nagyon fontosak, és a helyi közösségeknek is óriási lehetőséget jelentenek majd a jövőben. Bonnár Gáspár hozzátette, a fejlesztések Európai Uniós forrásból valósulnak meg, a Tisza túrközi árvízi tározóra már rendelkezésükre áll több mint 30 milliárd forintnyi forrás, amelynek köszönhetően a következő 2-3 évben el is készülhet a beruházás. Sikerült megteremteni a pénzügyi stabilitást és belekezdeni a nagy beruházásokba 2019-ben Fehérgyarmaton. A városban többek között kerékpárút és piac is épül, valamint folyamatban van a zöldváros projekt kivitelezése is. A jövő évben a településen belüli úthálózat fejlesztését tervezik. Sikeres évet zárt Fehérgyarmat, hiszen számos olyan fejlesztés sikerült befejezni 2019-ben, amely a város lakosainak mindennapjait teszi könnyebbé. Ilyen például a helyi bölcsőde épületének rekonstrukciója, amely mintegy 140 millió forintot vett igénybe. A leromlott városrész felújítása céljából pedig 150 millió forintot nyert el az önkormányzat. Az elmúlt hónapokban több nagy beruházás vette kezdetét, így a városvezetés legfőbb feladata jelenleg az, hogy azok kivitelezését a jövő évben minél hamarabb befejezzék, és átadják a lakosságnak a mindennapos használatra. Sikerült a költségvetés egyensúlyát fenntartanunk, valamint a beruházások megvalósításához is közelebb kerültünk, hiszen ez egy hosszantartó folyamat. A város körülbelül egy 4 milliárd, 4,5 milliárd forint összegű beruházást nyert el az uniós ciklusból, illetve egyedi kormány döntés alapján egy plusz még egy kerékpárutat. Így elmondhatjuk, hogy a 2019-es év ez egy sikeres év volt, valamint ezeknek a
beruházásoknak a megvalósítása egyrésztről befejeződött, másrésztről pedig a tervezése, közbeszerzése elkezdődött, és így várhatóan a beruházásaink nagy része az 2020 év végére befejeződik. Ilyen folyamatban lévő beruházás például a már említett várost átszelő kerékpárút építése, az ipari terület kialakítása, az új piaccsarnok, valamint a zöldváros projekt kivitelezése, melynek köszönhetően a város közterületeinek jelentős része is megújulhat. A polgármester a jövővel kapcsolatosan elmondta, a lakosság részéről leginkább a településen belüli úthálózat fejlesztésére van igény. Természetesen számtalan olyan dolog van, amire nem tudunk pályázni. Ilyenek például az önkormányzati utak felújítása, nagyon minimális a pályázati lehetőség erre, vagy a járdáknak a felújítása, de azt lehet mondani, hogy az állami úthálózatunk jelentős része megújult az elmúlt évben, tehát ebben is sikerült előrelépni, és várjuk a 2020-21-ben induló kisvárosok programot, amelynek keretében bízunk abban, hogy a kormányzati támogatással a járda és az úthálózatot nagy mértékben fel tudjuk újítani. Péter Csaba hozzátette, az önkormányzat pénzügyi stabilitása jó alapot biztosít arra, hogy az építőiparban tapasztalt áremelkedések ellenére tartani tudják a kivitelezési munkák eltervezett ütemét. A polgármester úgy értékelt, a kedvezőtlen külső gazdasági hatások miatt maradéktalanul nem lehet elégedett, azonban, mint mondta, Fehérgyarmaton 2019-ben komoly fejlődés zajlott. Élénkülés hozott az év vége az építkezéseknél, amelyeknél ugyanakkor továbbra is gondot jelent a munkaerőhiány. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi építészkamara közben tartalmas évet tudhat maga mögött. Legjelentősebb eseménye az ország többi kamarai elnökének nyári fogadása volt, amelyhez kapcsolódva egy összegző kiadványt is készítettek. Építkezéseket szinte mindig látunk Nyíregyházán. Azt azonban csak az érintettek és a szakmabeliek követik, melyik mióta tart, ahogy azt is, hogy összességében mennyi beruházás zajlik a városban vagy a térségben. A megyei építészkamara elnöke szerint augusztusig stagnált vagy valamelyest csökkent ezek száma. Az utolsó negyedében azonban számos új ajánlatkérés volt, főleg ipari területen. Mindeközben a lakásépítések is felpörögtek, komoly kapacitási korlátokat generálva, szinte napi életünk részévé vált, hogy akár hónapokat is kell várni a mesteremberekre. A jövőre nézve Vég József úgy fogalmazott, a tervezők világa az indikátor az építőipar következő hónapjainak, éveinek. Én azt látom, a mi régiónkban, és itt még láthatjuk, ha kitekintünk a BMW nagyberuházásának a készülődését is, mert csend van, és toltak egy évet rajta, de azt hallom, hogy a Debrecen környéki közműves kollégák és közműcégek viszont ott vannak lekötve már a BMW előkészületeinél, és Nyíregyházán érdeklődnek mondjuk közmű kivételezői kapacitás után. Tehát ennek azért itt érezhető hatása lesz a mi térségünkben is, hogy ott is elindult egy ilyen nem is országos, hanem nemzetközi méretű beruházásnak az előkészítése. A kamara elnöke hozzátette, nem izgul érte, hogy nem lesz elég feladatuk a következő 1-2 évben. A szakember az általa vezetett szervezet évét is értékelte, mint mondta, tartalmas volt számukra 2019, sok elvégzendő feladattal, melyek részeként számos programot szerveztek. Az év legnagyobb attrakciójaként október 2-án és 3-án az ország megyei kamaráinak elnökeit látták vendégül Nyíregyházán. Nyilván a szakmaktárs bajairól beszélgetünk, de többek között megtekintettük az épülő új sóstói szállodát, az állatparki beruházásokat, ezekre hát országos szinten büszkék vagyunk, és valóban mindenki kíváncsian érkezik egy ilyen programra. Úgyhogy ennek mi voltunk a házigazdái, csináltunk egy szakmai kiállítást és egy szakmai összegző kiadványt is ehhez a kamarai elnöki találkozóhoz, amire egyébként utoljára 10 évvel ezelőtt volt példa. Az év utolsó hónapjaiban pedig évzáró kamarai rendezvényeket, emellett pályázatokat bonyolítottak. Eredményes és rendezvényekben gazdag évet zártak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadászok. A kamara titkára Fazekas Gergely elmondta, a hivatásos vadászok megyei és országos versenye, valamint az Ibrányban rendezett megyei vadásznap is kiemelt rendezvénynek számított 2019-ben. Ez évtől már egy a rendőrséggel és a kormányhivatallal közösen létrehozott új telefonos applikáció is segíti a vadászok munkáját.
Bőven akadt tennivaló 2019-ben a megyei vadászkamarában. A szervezet mintegy 4100 vadászjegyet és több mint 600 külföldi lőengedélyt adott ki az év során, valamint folyamatosak voltak a vadász és vadászkutya vizsgák is. A megyei vadászkamara titkára elmondtam, rendezvények és eredmények tekintetében is kiemelkedő évet zártak, hiszen 10 év után újra megrendezték a jótékonysági megyei vadászbált, az országos dúvadgyérítési héten pedig a szabolcsi vadászok teljesítettek a legjobban 223 szörmés kártevő elejtésével. Fazekas Gergely hozzátette, az általuk szervezett vetélkedők is nagyon sikeresnek bizonyultak. A hivatásos vadászainknak rendeztünk megyei versenyt, aminek szintén jó visszhangja lett, utána pedig egy országos versenyt, a hivatásos vadászok országos versenyét. Ez óriási kihívás, ugye minden megye próbálja a legjobb tudása szerint megszervezni. Hát büszkén mondhatom, hogy nekünk sikerült úgy megszervezni, hogy minden résztvevő, minden versenyző és minden bíró azt mondta, hogy korszakalkotó lett, és példamutató a következő megyéknek, hogy hogyan is kell ezt profin megcsinálni. Hát remélem, hogy sokáig példamutatók is tudunk ebben maradni. A megyei vadászkamara májusban egy őzmustrát is szervezett, melynek keretében több mint 500 agancsot mutattak be az érdeklődőknek. A szervezet munkatársai az erdők és mezők tisztántartásában is jeleskedtek. Egy gyűjtőakció során mintegy 6000 zsáknyi hulladéktól szabadították meg a vadas területeket. Imár hagyományosan sor került a Milotai Gábor sportlövő emlékversenyre. Nagy sikernek örvendett továbbá a megyei vadásznap, amelyet idén először Ibrányban rendeztek meg. A szakmai rendezvényel zártuk az évet, Tiszadóban rendeztünk szintén először a megye történetében vadászkutyás szakmai napot. Vadászkutya, illetve kutyafajta bemutató volt, és vadászkutya munka bemutató volt. Több mint 600 érdeklődő volt, aki kíváncsi volt erre a rendezvényre, és hát az exkluzív helyszín, és úgy egyáltalán az egész rendezvény mindenkinek roppant módon tetszett, úgyhogy nem kérdés, hogy folytatjuk ezt a 2020-ban is tovább. A megyei szervezet az év során két országos gyűlésnek is helyet adott Nyíregyházán. A Vadgazdálkodási Bizottság, valamint az Országos Magyar Vadászkamara elnöksége is a megye székhelyen tanácskozott. A vadászkamara a megyei rendőrfőkapitányság, valamint a megyei kormányhivatal együttműködésének köszönhetően tavasszal bevezettek egy telefonos applikációt is. Ennek segítségével a rendőrségi diszpécserek fél órán belül kiküldhetik a területileg illetékes hivatásos vadászt egy vadgázolás helyszínére. Nem csak a kinti, hanem a lakásban tartott kutyák számára is veszélyes lehet a hideg, havas idő. Míg kint a kihűlés a legnagyobb veszélyforrás, addig a benti kedvenceknél a sétáltatáskor jelentkező súmarás vagy a beszakadt jég okozta vágás és sérülés elkerülésére érdemes nagyobb figyelmet fordítani. Az immunrendszerüket pedig vitaminokkal lehet erősíteni. Ma már nem csak nekünk, embereknek van szükségünk vitaminpótlásra a téli időszakban, hanem négylábú kedvenceinknek is. Míg nekünk a C-vitamin napi dózisának megemelését javasolják a szakemberek, addig a kutyáknak és cicáknak a B-vitamint kell pótolni. Ezt jobb minőségű, zsírosabb táplálékkal is megtehetjük, de akár étrendkiegészítő tablettákat is adhatunk az állatoknak. Ezzel felkészítjük szervezetüket a hidegre. A lakásban tartott kutyáknál azonban a szoba hőmérséklete is befolyásolhatja az egészségüket. Lakásban tartott kutyáknál nagyon fontos az, hogy a kinti és a belső hőmérséklet azért valamennyire kiegyenlítődjön. Ugye bent 22-23 fok van általában ilyenkor a lakásban, fűtés, szárazabb a levegő, kint viszont sokszor csapadékos, nedvesebb az időjárás, meg persze nagyon hideg is van, főleg ugye mostanában, hiszen jön a tél, mínusz fokok is lehetnek, és ugye egy ilyen 30-35 fokos hőmérséklet különbség az nagyon odavághat úgymond a kutya szervezetének. Lakásban tartott kutyáknál nagyon fontos az, hogy megfelelő védekezés adjunk a kutyának. Bármennyire is divatnak tűnik, meg bármennyire is butaságnak sok ember számára, de a rövidszőrű kutyákat igenis fel kell ilyenkor öltöztetni. A hideg és a hó más veszélyt is rejt, hiszen ilyenkor gyakran sózzák az utakat és járdákat. Ami nekünk jó csúszásgátló, az a kutyák mancsát marja. Ez ellen krémekkel és kenőcsökkel tudunk védekezni. Nincsenek egyszerű helyzetben azok a gazdik sem, akik kint tartják a kutyájukat. Érdemes naponta többször ellenőrizni az ivóvizes tálakat, a fagyott vizet ilyenkor langyosra kell cserélni. A kutyaházat pedig ajánlott fából készíteni, köztes anyagként szigetelő habot használni, belülről pedig szalmával bélelni. A legnagyobb igyekezet ellenére is van, hogy a szagok miatt egy-egy kutya megszökik. Ha a hidegben kóborkutyát találunk, az első, amit tehetünk, hogy elvisszük egy állatorvoshoz, ahol kiderül, van-e benne csíp.
Ha véletlenül nincsen benne csíp, akkor is nagyon fontos és hatalmas segítség ugye nekünk állatvédő szervezeteknek, hogyha megpróbálják egy pár napra elhelyezni ugye a saját otthonunkban a kutyát, akár egy kertben, egy garázsban, egy fészerben, vagy mondjuk egy fürdőszobában, hogyha nincs más lehetőség. Sokan ugye ilyenkor azzal védekeznek, hogy de hát nálam nincsen hely, és hát nekem már van két kutyám vagy három, viszont ilyenkor mindig elmondjuk, hogy ugyanez a helyzet nálunk is, tehát csak nálunk nem két kutya van, hanem 200. Tehát amennyire nehéz nekik elhelyezni ugye egy-egy talált állatot, ugyanolyan nehéz nekünk is, hanem sokkal nehezebb. Sajnos az állatvédő szervezetek minden télen nagyon sok kihűléses kutyával találkoznak, akik nem csak a kóborebek közül kerülnek ki. Gyakran találkoznak olyan esettel is, hogy az udvaron tartott kutyára nem figyelnek oda kellően, és nem egyszer volt már olyan, hogy későn érkezett a segítség. 120 csapat kezdte el, és egyel kevesebb fejezte be az őszi idényt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futballbajnokságokban. Az MLS megyei igazgatóságának munkatársai jelenleg a télen megszokott adminisztratív munkákat végzik, valamint a felkészülési tornákat készítik elő. Az átigazolási szezon január 15-én kezdődik. 120 felnőtt csapat adta le nevezését a 2019-2020-as szezonra, és ezzel a létszámmal a megye Budapest és Pest megye után Borsod és Győr-Sopron megye társaságában a harmadik legnagyobbnak számít az országban, több mint 11 ezer igazolt labdarúgóval. A 16 első osztályú és 48 második ligás együttes mellett a megye háromban 56 csapat szerepelt. Mint az MLS megyei igazgatója elmondta, egy-két kivételtől eltekintve rendben zajlottak a hétvégi fordulók. Egy átlagos idényt zártunk, szerencsére elég sok csapattal neveztek az együttesek, akár a felnőtt, akár az utánpótlás bajnokságokra gondolok. Kereken 120 egyesület adta be a felnőtt osztályokra a nevezést, majdnem ennyien be is fejezték, hiszen egyetlen egy együttes szűnt meg, illetve hát nem szűnt meg, hanem ki kellett zárnunk az ősz folyamán a megyei másodosztály Rétközberencs csapatát, hiszen háromszor ugye nem álltak ki egymás után, a többiek még versenyben vannak. Utánpótlás szinten volt 30 U16-os, illetve 40 U14-es csapat, valamint ugye futszál korosztályos bajnokság is, amik már javába zajlanak, akár U17, akár U20, akár U15, nyugodtan mondhatom, hogy szép számmal jelentkeztek, emellett ugye a lányfoci is két korosztályban, U15 és U19-ben jelen van, mind a labdarúgás, mind a futszál szakákban, valamint az öreg fiúknál is 6 együttes verseng egymással. Bár új nagypálya nem épült ezen az őszön, több településen is igyekeztek komfortosabbá tenni a sportközpontokat. Szépülnek a létesítmények, ezt nyugodtan kijelenthetem. Ebben a szezonban is volt az ősszel most több olyan csapat, az összes osztály figyelembe véve, aki például vagy minden mérkőzését idegenben játszotta, vagy éppen most minden mérkőzését odahaza játszotta, mert tavasszal fog a létesítmény megújulni, és akkor nem lesz ugye lehetőség hazai bajnokit rendeznie. Emellett is szépültek folyamatosan létesítmények, úgyhogy mellette még lehetett bajnoki mérkőzéseket játszani. Új pályák épüléséről jelenleg, ha mi nagy pályát illet, nem tudok, de természetesen csinosodnak az öltözők, a kispadok, a pályák. Az igazgatóságon a holt szezonban is dolgoznak, hiszen tart a futszál szezon, emellett a téli tornákat és a következő idényt készítik elő a munkatársak. A futszál szakákat említettem ott, ahol tényleg U11-től kezdve U20-ig minden korosztályban, tehát 5 korosztályban folyamatosan versenyeztetjük a csapatokat, akik jelentkeztek. Nyugodtan mondhatom, hogy a téli holtidők azért nagyon sok csapat él ezzel a lehetőséggel. Női szinten is U15-U19-ben, fiú szinten meg 5 korosztályban. Emellett viszont labdarúgás szakákra kiírunk ugye két tornát, egyrészt a műfűes nagypályás tornát a felnőttek részére, ahol 50 csapat jelentkezését vártuk, és az 50 csapat ez jelentkezése meg is történt. 4 helyszínen a már megszokott Tarpa, Kisvárda, Nyírbátor és nyíregyházi helyszíneken fognak játszani, minden csapat 4 mérkőzést, ez január 25-én kezdődik és február 16-áig tart ez a torna, valamint a 8. alkalommal már megrendezzük idén a Nyírerdő kupát is, a teremtornánkat, amit szintén ugye megyei felnőtt csapatok részére szervezünk, itt 30 csapat jelentkezését várjuk, itt még lehet nevezni. Az átigazolási szezon január 15-én rajtól és február 14-ig tart. A téli időszakban csak klubja hozzájárulásával válthat csapatot az érintett játékos. A megyei első osztályban február 23-án, a második és harmadik osztályban pedig 2 héttel később kezdődik a tavaszi idény. Most pedig híradónk végén jöjjenek kiemelt híreink még egyszer néhány mondatban. A víztározók építése és a töltések erősítése mellett az utóbbiakon lévő kerékpárutak kialakítása is fontos szerepet kap a Feti vízig jövő évi terveiben. Ezek mellett a Tivadari híd átépítése és a túrmenti töltés erősítése is a tervek között szerepel. A következő évek legnagyobb beruházása azonban a Tisza-Túr közi árvízi tározó építése lesz.
kerékpárút, ipari terület, piac, csarnok és közterületek felújítása. Többek között ezek voltak azok a beruházások, amelyeket sikerült befejezni vagy elkezdeni Fehérgyarmaton a 2019-es évben. Péter Csaba polgármester elmondta, az önkormányzat pénzügyi stabilitását sikerült fenntartani. A jövő év legnagyobb feladatának pedig a településen belüli úthálózat fejlesztését tartja. Élénkülés hozott az év vége az építkezéseknél, amelyeknél ugyanakkor továbbra is gondot jelent a munkaerőhiány. A megyei építészkamara közben tartalmas évet tudhat maga mögött. Legjelentősebb eseménye az ország többi kamarai elnökének nyári fogadása volt, amelyhez kapcsolódva egy összegző kiadványt is készítettek. A szervezetnél már a következő év feladatai is körvonalazódnak. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 25-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét és további áldott karácsonyt, viszontlátásra!